Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Egy kis CT-t fogunk most megnézni, bölcsesség fogak kapcsán. Azt elárulhatom, hogy ez egy olyan eset, amivel már egyébként kész vagyunk. Altatásban lett a 4 bölcsesség fog eltávolítva ennél a fiatal hölgynél. És csak ezt a 3D-s képet fogom megmutatni, mert a részletes képeken ebben az esetben sokkal több információt nem kapunk, úgyhogy bőven elég lesz ez. Aki már látott ilyen elemzést, az már tudja kívülről, hogy az oldalakat nem szabad összekeverni. Szóval egy CBCT felvételen, mint ez például, a jobb kezünkhöz esik a páciens bal oldala. Szóval egy picit így berakom középre, hogy klasszabbul néz ki. Meg egy kicsit még előre is hajtom ezt a cuccot, ami nekem itt van. Így. Szóval ez az oldal. Ez ugye a mi jobb kezünkhez esik, de ez lesz a páciensnek a bal oldala. Mit látunk egyébként ezen a képen? Ugye egy háromdimenziós rekonstrukciót látunk, amit remekül is tudunk forgatni, ilyen klasszul. Rengeteg diagnosztikus dolog van rajta, és bőven többet látunk rajta, mint egy hagyományos panoráma röntgen felvételen. Egy pillanatban megmutatom a többi képet is, ezek így néznek ki, amin a részletek vannak, de abban most nem megyünk bele, csak így ezt nagyjából így megnézzük, ez is elég sok információ. Jó, tehát itt látjuk ezen a képen a felső fogakat, amiből itt nevezetesen a páciensnél fogunk látni 32 darabot. Ez itt az orrüreg, középen van az orrsövény, ezek a kicsit ilyen ködösebb részek, ezek lesznek az arcüregek, egyébként ennél a páciensnél tiszták, légtartóak az arcüregek. Ugye, amit már előző videókban megbeszéltünk, hogy sinus maxillarisnak hívunk, és a sinus maxillaris az a szemüreg és a szájüreg között helyezkedik el, és egy pici járaton keresztül közlekedik az orrüreggel. Jó, látjuk az alsó és a felső fogakat, és látjuk azt a két kis pöttyöt, amit már sok-sok videóban megbeszéltünk. Ez a két kis pötty itt az állkapcson alul, mind a kettő látszódjon. Szóval itt van az egyik, itt van a másik. Az állkapocsban futó ideg kilépési pontja, szép neve is van, foramen mentálénak hívjuk, és onnan az ő belőle kilépő ideget pedig nervus mentalisnak hívjuk, ami majd érzőleg idegzi be az állcsúcsot, az ínyt és az alsó ajkat a középvonalig. Szóval a bal oldali részt, a jobb oldali részt. Jó, ez az ideg, ami az állkapocsban fut, és aminek a pozícióját a bölcsességfog kapcsán mindig megvizsgáljuk. Erre majd mindjárt visszatérünk. Mit látunk még ezen a felvételen? Hogyha egy picit eldöntjük a felvételt, akkor látjuk azt, hogy ennek a páciensnek a jobb oldali felső foga egy picit előrébb áll, mint az alsó. A felső fogazatában egyébként van egy torlódás. Innen ezt a kis papírkát leveszem a monitorról, és akkor viszonylag jól látszik. Jó, erről a jobb oldali fogról van szó. Ugye, mint megbeszéltük, minden fordítva van, tehát a bal kezünknél van a páciensnek a jobb oldala. Jó, és akkor most nézzük meg a bölcsességfogakat. Mondottam már, hogy ezen a műtéten már túl vagyunk. Ugye a baloldali alsó bölcsesség fognak az irányát, azt látjuk, hogy az hát nem normális, legalábbis nem úgy áll, mint a többi fogak, ez egyébként a bölcsesség fogak helyzeti rendellenességeinél a leggyakoribb helyzet. A bölcsesség fog szépen neki van dőlve, feszülve a hetes hátsó részének, ugye ez a hetes fog, és a bölcsesség fog az a nyolcas fog, tehát ide neki van dőlve. Gyakorlatilag az esélye annak, hogy ez a fog innen kinőjön, az egyenlő a nullával, hiszen csak úgy tudnak kinőni valahogy, ha ezt a hetes fogat eltávolítanánk, de ugyannak semmi értelme nem lenne. Ugye a fog, a két fog között van ez a V alakú behúzódás, itt általában, amikor így áll egy fog, akkor egy picit az íny megnyílt már, tehát ez a csücsök áttöri az ínyt, és itt ki tud alakulni, egy tasakabben remek gyulladások tudnak kialakulni. Jó, az alsó bölcsesség fognak a hátsó csücske ér össze a felső bölcsesség fog okkluzális felszínével, az okkluzális felszín azt jelenti, hogy a rágó felszínével, és ott is a barázdába illik bele, itt van mögötte a felső bölcsességfogon egy csücsök, meg itt van előtte egy másik. Azt is látjuk, hogy ez a felső bölcsességfog egy kicsit kijebb van,
mint a hetes fog. Ugye ez a hetes fog, ez a nyolcas fog, ez meg egy pár milliméterre lejjebb van, ezt úgy mondjuk, hogy elongálódott a fog, vagyis relatív egy kicsit kijebb bújt a helyéről, tekintettel arra, hogy nincs antagonistája, hiszen ez a bölcsesség fog ugyan itt van, de nem tud ennél kijebb nőni. Jó, a felső bölcsesség fogakkal mindig az a probléma egyébként, hogy ezeket két okból távolítjuk el. Az egyik ok az, hogy mivel hát nem is vesznek részt ezek a rágásban, nincs is velük szemben antagonista, tehát ha bent tartanánk, akkor még inkább kibújna a helyéről. A másik pedig, hogy a hátsó felszínünknek a tisztítása az képtelenség. Itt mindig megmarad a lepedék a bölcsesség fogakon. Ezért ezeknek a bölcsesség fogaknak az eltávolítása, mi úgy mondjuk, hogy abszolút indikál, tehát el kell őket távolítani. Jó, és ez volt a bal oldalon, és nagy csodát nem fogunk látni a másik oldalon sem. Szépen megfordítom a fejecskéjét a páciensnek. Ugye gyakorlatilag ugyanezt a szituációt látjuk egy tükörben, mint a másik oldalon. Ugye itt van egy kritikus pont egyébként, ez a bölcsességfog bennmaradásának, az ilyen előre dőlt bölcsességfognak az egyik következménye, hogy a hetes fognak nekidőlnek, és azon egy bizonyos mennyiség anyagvesztességet, felszívódást vagy szúvasodást is elő tudnak idézni, tehát ezért is javasolt az ilyen bölcsességfog eltávolítása. Úgyhogy talán erről ennyit, majd mivel sokan kérik ezeket a videókat, hogyha lesz egy kis időnk a betegek között, akkor majd egy teljesen más típusú elemzéssel még be fogunk jelentkezni a mai napon. Köszönöm szépen a figyelmet!